Az előző kis videót ott hagytuk abba, hogy megbeszéltük a címek számozását. Mindjárt le is töltöm a kész dokumentumot, hogy tudjunk tovább menni. Azt mondom, hogy mentés. És itt a megnyitást. Szerkesztés engedélyezése. Itt a szakdolgozatunk, borító, címlap. És nincs megszámozva. Ja, de meg van számozva, bocsánat, csak ugye a bevezetés nem kell számozni. Jót nyitottam akkor meg. A mai kis videónkban egy nagyon egyszerű, nagyon gyors kis részt tárgyalunk, mégpedig a tartomjegyzék elkészítését. Ahhoz, hogy könnyedén csináljunk tartomjegyzéket, ahhoz a szakdolgozatunkban használnunk kellett a címsorokat. Mi ezt használtuk? Aki nem érti, az nézze át az előző pár videót, hogy rájöjjön, hogy miről beszélünk. Címsorok nélkül nem lesz tartomjegyzékünk. Ugyanis most csak annyi dolgunk van, hogy megkérjük a Word-öt, hogy nézze át a dokumentumunkat, hogy hol van benne címsor, szedje ki a címsort, írja mellé az oldalszámot, címsor 2-t, oldalszámot, és már kész is van a tartomjegyzékünk. Oda görgetünk, ahol a tartomjegyzék szót már egyszer legépeltük. Kicsit ránagyítok. Ugye ez a bevezetés oldal előtt van valahol, itt vanni. Ez a tartomjegyzék. Megkapcsolom az Enter-jelket, hogy lássam, van-e utána üres sor, legyen utána üres sor. A tartalomszót leformázom saját ízlés szerint, mondjuk 14-es félkövér. Teszek a lapelrendezés szallagon utána egy kisebb tér közt, mondjuk ez a 12-es az elmegy, és utána megkérem, hogy ez kezdődjön egy új lapon, amit a kezdőlapszallag, bekezdés fülecske, bekezdés, és itt a szövegbeosztás fülön kipipálom az új oldalra, majd szépen leokézom. Már is új oldalommal tartalom, és akkor már csak annyi dolgunk van, hogy ezen tartalom alá, amit ugye nem címként formáztam le, látott sima folyószöveg, ezen, és nem szabad címsor egybe formázni, mert akkor bekerülne a tartomjegyzékbe is. Tehát a tartalomszó maradjon folyószöveg, vagy normál, vagy nem tudom én mi, a lényeg az, hogy ne címsor, hiszen megbeszéltük, hogy az első címsorunk az a bevezetés, látjuk, ő a címsor egyes. Jó. Tehát itt állok a tartalomjegyzék utáni üres sorban, azt mondom, hogy hivatkozás szallag, ennek a legelső parancsa az, hogy tartalom, lenyitom, megvárom, hogy lenyíljon, és alulról az 1-2-3. Egyéni tartalomjegyzék, ez kell nekem, egyéni tartalomjegyzék, megmondom, hogy hány szintet használtam, ugye címsor 1, címsor 2, ez 2 szint, az nem baj, ha nagyobb a szám, csak kisebb ne legyen. Tehát én most átállítom 2-re, de alapvetően hagyhattam is volna. És megmondhatom, hogy milyen formátum alapján csinálja meg a tartalomjegyzékemet. Mi a megkülönböztetőt szoktuk használni, de igazából próbáljátok végig az összeset, amelyik neked tetszik, ha mellett döntesz. És leokézom. Más állítani valamit nem is volt, és már is itt van a tartalomjegyzékem. Szépen úgy, ahogy annak lennie kell. Ugye a tartalomjegyzék elkészítését a gép csinálta, a címsoraimat összeszedte és szépen kirakta ide. Ha kikapcsolom a kezdőlapszallagon a Enter jeleket, akkor látod, egy teljesen szépen, kulturáltan elfogadhatóan kinéző tartalomjegyzék. Ha valami hibát vélünk felfedezni a tartalomjegyzékbe, akkor tudjál róla, ha például nézzük itt az első címet, ez lesz itt az első fő cím. Hát mondjuk ezt az itt szót ki akarom szedni, és azt szeretném ideírni, hogy ez lesz az első fő cím. Akkor ezt nem itt javítom ki, a tartalomjegyzékben a hibát nem itt javítom ki, hanem elmegyek oda, ahol a hiba van, úgy itt a kontrollt nyomva tartom és ráklikkelek, akkor oda is ugraszt. Elugrottam oda a szövegbe, ahol a hiba volt. Ez lesz itt, ugye erre az itt szóra nincs szükségem, kitörlöm. Visszamegyek a tartalomjegyzékhez. És benne maradt, tehát hiába töröltem ki, benne maradt. Azért maradt benne, mert ilyenkor még egy jobb klikket kell a tartalomjegyzék bármely sora fölött végrehajtanunk, tehát bárhol a tartalomjegyzékbe egy jobb klik, és a mező frissítésénél meg kell neki mondani, hogy frissítse már a teljes tartalomjegyzéket újra, és már el is tűnt belőle az itt szavacska. Jó? Tehát valami hibát vagy oda nem illő dolgot látunk a tartalomjegyzékbe, akkor azt nem a tartalomjegyzékből töröljük ki, hanem megszüntetjük a hibának az okát, levesszük például a címsorságot róla. Előfordult már olyan, hogy ilyen kész szöveg, nézd, mutatom, kijön ezt a szöveget, és véletlen átmásolva valahonnan ezt tegyük fel, hogy a címsor 2-be volt, akkor az így néz neki. De hát én okos gyerek vagyok, én tudom, hogy ennek nem így kell kinézni, leveszem a számozást róla,
már is nem úgy néz ki, leveszem róla a félkövéret, már is nem úgy néz ki, ráteszem a táncnyúlom már 12-t, hiszen tudom, hogy ez úgy nézett ki, leveszem a térközöket a lapelrendezés szallagon, azt mondom, hogy előtte 0, utána 0, azt mondom neki, hogy tegye még sorkizárásra a kezdőlapszallagon, és most már ember legyen, aki azt mondja, hogy ez nem egy sima szöveg. Látod? Tehát tökéletesen úgy néz ki, mintha egy sima szöveg lenne, pedig ha kijelölöm, hopp, azért látszik, hogy címsor, látod? Mert a sima szöveg az folyószöveg, ez meg itt egy címsor, tehát azért valahol jelzi, hogy ez valami turpisság van a dologban, sőt, ha bekapcsolod az enter jeleket, akkor itt a bekezdés előtt ebbe a kis négyzette jelölés ezt a furcsa formázást. Plusz, ha ilyenkor a tartójegyzéken klikkelsz egy jobban, és azt mondod, hogy frissítés, teljes, akkor nem lepődsz meg rajta, hogy ez a szöveg bekerült a tartomjegyzékbe is. Miért került be a tartomjegyzékbe? Hát mert címsorban van leformázva. Az egy dolog, hogy nem úgy néz ki, mint a címsor, látod? Mert kézzel leformáztam, hogy ne úgy nézzen ki, de attól ez még címsor. Ha kijelölöm, jelzés, hogy címsor. Milyenkor teendő? Hát vissza kell rakni folyószövegbe, meg ezt is, meg az alatta lévőt is, folyószövegre. Most már ők folyószövegek. Ha folyószövegek, nem kerülnek be a tartomjegyzékbe, mert a tartomjegyzékbe csak a címsor 1, címsor 2 kerül be. Visszajövök a tartalomra, jobb klik és mező frissítés, teljes tartomjegyzék. És már el is tűnt. Jó, tehát nem tudom, mennyit értettünk meg belőle. A lényeg a lényeg. Ha jól használjuk a címsorokat, akkor a tartomjegyzék elkészítése 1-2 klikkelés. Ha hibát félünk felfedezni a tartomjegyzékbe, akkor sose a tartomjegyzékbe javítjuk, hanem a hiba okát szüntetjük meg valahol lent a szövegbe. Ennyit a tartomjegyzék elkészítéséről.